orgonága, barac favirága, öltözzetek új ruhába, anyák napja hajnalára. Szervusztok gyerekek, üdvözöllek benneteket a Szonda Szőlősi Művelődési Házból. Ugye tudjátok, hogy hamarosan egy gyönyörű ünnep következik, az édesanyákat fogjuk köszönteni. Ezért a mai napon egy anyák napi ajándékötletet mutatok be nektek. Nézzük, mire lesz szükségetek. Kartonlapokra, színes csomagolópapírra, színes papírokra, keressetek otthon BB ételes üvegeket, színes tollra, filc tollra, színes ceruzára, gyűjtsetek össze különböző díszítőeszközöket, gyöngyöket, színes szallagokra, csipkére, farkasfogra, papírzsinegre, használhattok matricákat, illetve gyöngy díszítőket. Szükséged lesz egy vonalzóra, grafitceruzára, ragasztóra, ez lehet stift vagy folyékony ragasztó, ecsetre, ollóra, esetleg cikcakollóra és kisollóra. Az ajándékot különböző anyagokból és saját ízlésetek szerint készíthetitek el. Én elmondom, mi az alapmegoldás. A meglepetés két részből fog állni. Egy hengert rejtünk el az üveg belsejébe. A művelődési ház honlapját megtaláljátok a sablonokat, aminek segítségével minden részt ki tudtok vágni. Első lépésben az üveg fedőborítását készítjük el. Én egy pöttyös csomagoló papírt választottam. 21 cm hosszú és 7 cm széles. Hajtsd meg a papírt, keresd meg a közepét, és a sablon segítségével rajzolj rá egy szívecskét. Vágd ki! Ezzel borítjuk be az üveget. Így kaptunk egy szívecske ablakot. Ragaszd föl, most díszítjük. Te választod ki, hogy mivel szeretnéd díszíteni. Papír szallaggal, vagy esetleg selyem szallaggal, vagy amit otthon találsz. Tökéletesen megfelel hozzá, például a farkasfog. De ha nincs, akkor papírból is készíthetsz, ha van otthon cikcakollód. Én ezt fogom használni. Használhatsz folyékony ragasztót is, én a stiftet használom. Kezd a közepétől. Az aljára is kerüljön föl. Miután elkészültél a két széllel, díszítheted a szívecskét is, de nem fontos. Én öntapadós gyöngyöket választottam. Most pedig hozzálátunk a hengerhez. Ezt lehetőleg egy keményebb kartonból készítsd. Van egy ragasztási rész, körülbelül 1 centi. Formáld picit hengerré a papírt, így könnyebben fogod a ragasztást elkészíteni. Tartsd rajta a kezed, míg össze nem tapadt. Most körülbelül 1 centi mélyen kisebb részekre vágd be egyik oldalát. Hajtogasd be. Most pedig tedd félre,
és készíts egy 5 cm átmérőjű kört kartonból. Bont be a pöttyös anyaggal. És vágd ki a körformát. Ezt megteheted cikcakollóval is. Ez lesz a teteje. Most pedig ragasztózd be a nyelvecskéket. Jó erősen. Tedd a közepére a körnek. És tartsd rajta, kész is van a fedél. Ezt is tovább díszítheted, ha gondolod. Most pedig a kisebbik szívecskéket vedd elő, és készíts belőle 3 darabot. Én már ki is rajzoltam. Kedves szavakat írhatsz bele, például anya, szeretlek, anya millió, puszi, vagy éppen ragaszhatsz bele saját magadról egy kis fényképet. Vedd elő az üveget, és mérd meg, hogy körülbelül hol van a szívecske, ablak szívecske alja. Jelöld be a hengeren. Ide fog kerülni a belső szívecske alja. Ragasztózd be. Meg is mutatom. Így láthatóvá válik, hogy mit írtál bele, vagy mit ragasztottál a belső hengerre. Készíts ki még 2 szívet, és ragaszt föl. Ha elkészültél, helyezd bele a hengert az üvegbe. Díszítheted az üveg szélét egy kedves kis masnival. Ha szeretnéd, a fedőt nyugodtan díszítheted gyöngyel, vagy bármilyen más kis formával. Bátran használj hozzá mindenféle díszítőanyagot, ami számodra kedves. Kívánom nektek, hogy minél szebb meglepetést tudjatok készíteni édesanyátoknak.